Hát én számítottam egy jó mérkőzésre, ami történt is. Azt gondolom, hogy nagyon magas iron volt, nyílt foci volt. Fradi jelen pillanatban ennyi jobb. Nagyon-nagyon rossz időbe kaptunk az első gólt, és nagyon fegyelmező hiba volt, amiről beszélek már, amióta ide érkeztem, hogy foci egy nagyon komoly munka, és nem lehet szórakozni, és így veszíteni a labdát. Akkor második gól, nem tudom, mit csináltunk, csak láttam a labdát a hálóba. 2-0 után a Fradi túl komoly és jó csapat, hogy ezt lehet fordítani, viszont játékban, iramban, akaratban nincs panasz. Tényleg játékos adtak 100%-ot. Hát én már beszéltem, hogy minőségi kérdés is kell főtenni, hogy lássunk, hogy hol vagyunk és ki mire képes. Most jelen pillanatban Fradi tényleg jobb csapat. Ez a külföldi játékos, aki jöttek, nagyon-nagyon jók. Nem panaszkodok azért, mert nálunk is van jó játékos, de hiányzik ez a kis plusz, ami máma is döntő volt. Amikor így vonulnak le a pályáról az első fél idő után, hogy az utolsó pillanatban egy ilyen gól születik, akkor mi az, amit lehet mondani a csapatnak szünetben, hogy a második fél időre ugyanolyan elánnal tudjanak kijönni, mint az elsőre? Hát ez nehéz azért, mert nem először volt, és tényleg nagyon jó kimentünk is második fél időben elején. Voltunk helyzetek, nem kihasználtunk, ők kihasználtak azt, amit nem számítottunk, hogy így kapunk gólokat, viszont a mezőnyben teljesen ott voltunk. A harmadik gól után már az egy más meccs volt. De azt gondolom, hogy teljesen egy érdekes mérkőzés volt nézőknek. Nekünk pedig újra ez az egyéni hibák voltak, amit gólba kerültek nekünk, és nem egy ilyen jó csapat és jó ellenfér, azt nem szabad csinálni azért, mert az megbünteti egyből. Ezeket az egyéni hibákat, amelyeket itt most elkövettek a játékosok, hogy lehet kiküszöbölni? Hogyan lehet ezen a helyzeten javítani? Hát úgy, hogy leülnek most kispadra egy pár meccset, és akkor másik jönnek, aki próbálnak teljesíteni úgy, ahogy kell egy eredménynek. Azért, mert jó játékos, és versenyő típus jó játékos, itt van nagy különbség. Het was een finale, wat ik voor de wedstrijd zei. En om dan 3-1 te winnen hier bij Bax, want dat is een hele goede ploeg, vind ik fantastisch. Hát ahogy a mérkőzés előtt is mondtuk, ez egy döntő mérkőzés számunkra a jövőnket illetően. Nagyon nehéz nyerni itt Pakson, jó csapatnak tartjuk a Paksot, úgyhogy fontos győzelem volt ez a mai. Én pedig annyira a győzelemre koncentráltam, hogy 3-0-át mondtam, holott 3-1-re nyert a csapat. Mennyire elégedett a csapat játékával Ricardo Moniz a mai napon? Het spel is moeizaam nog. Op de zijkant bijvoorbeeld Somalia en Martinez zijn niet efficiënt, terwijl ze wel de kwaliteit hebben. Ze hebben, we hebben heel veel potentiële kwaliteit, maar het gaat om efficiëntie. En daar ben ik nog niet tevreden. Maar ja, daar zijn de talenten voor en we moeten ze verder ontwikkelen. Még van javítani valónk, hiszen a széleken nem voltunk elég hatékonyak sem a Szomália, sem a Martinus révén. Megvan bennük minden képesség arra, hogy jó játékosok legyenek, de sokkal hatékonyabbaknak lenniük mind a beadásoknál, mind a kapu elé érkezéseknél, úgyhogy van hová fejlődünk. Az első és a második félidő között milyen különbséget érzett a csapat játékában? Er was verschil tussen de eerste en de tweede helft in ons spel. We konden nog niet echt veel kansen creëren, vond ik. Budde was nog niet vast aan de bal. Misschien was hij een beetje nerveus. Hij was dreigend, maar we moeten veel meer kansen creëren normaal gesproken. We creëerden tegen Videoton veel meer kansen, maar hebben we 0-1 verloren. En nu creëren we minder kansen, zijn we efficiënter. En dat is ook belangrijk. Tehát igazából nem alakítottunk annyi helyzetet, amennyit ki szeretnénk alakítani egy-egy mérkőzésen. A Böde Danit elég szorosan fogták, talán egy kicsit ő is idegesebb volt a kelleténél, veszélyes volt a kapura, de nem volt az igazi még. Igazából a Videoton elleni mérkőzésen több helyzetünk volt, egy nullára veszítettünk, a mai napon sokkal hatékonyabbak voltunk a helyzet kihasználásba, és ez döntő volt.